Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje. Ez a felvétel egy személyes jóslás Szidília számára. Ezt a jóslást ti is megrendelhetitek. Itt megnézzük az gondolatait, érzelmeit, lépéseit, és betekintünk a ti terveitekre, gondolataitokra és érzésetekre. Megnézzük azt is, hogy ez a párkapcsolat hova vezet. A díjam 3500 forint, egy asztrológia kiegészítéssel 8500 forint. Ezt megrendelhetitek e-mailen keresztül. Kedves Szidília, ez a te videód. Most megnézzük a szerelem kertjét. Ebben a parkban van egy hölgy, és az téged jelent, és ez az úr a te szerelmedet. Először megtekintjük a te érzéseidet, és ezt mutatja ez a kártya. Ez a kéz azt jelenti, hogy te döntéseket fogsz hozni. De el is várod, hogy mások is döntsenek egy bizonyos dolog területén. Vagy neked ez most nagyon fontos, hogy megbeszéld a dolgokat, hogy lerendeződjenek, hogy te átláss a helyzeten, valamit rendezni akarsz az életedben, vagy a szerelem területén. Ez a kard azt is jelenti, hogy te elválsz azoktól a dolgoktól, vagy érzelmektől, vagy gondolatoktól, ami téged elszomorít, vagy te elbúcsúzol a félelmeidtől. Az is lehet, hogy lezársz valamit félelem nélkül, vagy elbúcsúzol valakitől, és ezt is félelem nélkül, szabadon. Te érzed a levegő hatalmát. Végre érzed a könnyűséget, vagy szeretnéd ezt a könnyűséget átélni. Ez a kártya arra is utal, hogy vannak elvárásaid, hogy ő tegyen döntéseket. Most betekintünk az ő érzelmi világában. Ezek a kejhek az érzelmekre vonatkoznak. Az annyit jelent, hogy ő szeret téged. A négyes szám mutatja is, hogy ő szeretné ezt a biztonságot a szerelem területén, de ő most haragszik, vagy úgy tesz, minthogyha te őt megsértetted volna. Valószínű érzi is, hogy neked elvárásaid vannak, és ezt nem akarja tenni. Ő itt most teljesen zárkózott. De ez csak egy rövid ideig tart, úgyhogy változnak az események, és később mutatja a nyitottságát. Most megtekintjük a te gondolataidat és terveidet, ezt mutatja ez a király. Ez a király uralkodik. Neked most nagyon fontos, hogy uralt a helyzetet. Ez a király mutatja a levegő elemét, ami itt is látható. A levegő eleme a könnyűségekre utal, de arra is milyen fontos a beszéd, hogy valamit megbeszéljetek. Mert a szavakat, a kimondott szavakat a levegő eleme távolítja. Tehát fontos, hogy valamiről beszéljetek. De legyél büszke, választ meg a szavaidat. Ne túl sokat, ne túl keveset beszélj, és legyél diplomatikus.
mivel neked elvárásaid vannak, te vársz tőle valamit, egy hírt, vagy vársz arra, hogy ő döntéseket hozzon. Ez neki nem tetszik, ezért is zárkózott. Mi foglalkoztatja őt? Mik az ő tervei és gondolatai? Ezt mutatja ez a világ. Ez lehet egy utazás is. Viszont ez a kártya az egy évre vonatkozik, mert ez a négy szimbólum itt mutatja az elemeket, tehát a víz elemét, a levegő elemét, a föld elemét, a tűz elemét. Ez mutat tavaszra, nyárra, őszre és télre, tehát az időt. És ez pontosan egy év. Neki vannak tervei, amit egy éven belül meg akar valósítani. És ez, ami őt a gondolataiban foglalkoztatja. Az elképzelhető, hogy ő tervez veled egy utazást az idén, és meg szeretné nézni a világot. De ez az utazás, ez lehet egy belső út is, és ez a kép mutatja az ő gondolataiban kialakult képeket, az ő terveit. Tehát ő tudja, hogy mit akar, de nem közli veled. Miért nem? Mert ő neki még időre van szüksége. Milyen események várhatók? Valami, ami még a háttérben van, ami még nem látható. Először megtekintjük nálad. A hármas szám arra utal, hogy valaki visszatér az életedben, vagy lesznek új kapcsolataid. Van valaki, aki hat rád. Ez lehet egy férfi, lehet egy nő is. Vagy visszatér valaki a múltból, vagy a közeli jövőben kapcsolatban kerülsz vele. Lehet egy új kapcsolat is. És ez az illető mutat neked egy új irányt. És ez az új irány, ez lelkesíteni fog téged. Ez bekövetkezik a következő 3 hónapban, 3 hónapon belül. Most megnézzük nálam, hogy mik hatnak rá, amit ő még nem tud. Ez a kéz nyílik hozzá, ezek az ő lehetőségei. Vagy valaki nyújtja ezt a kezet és segít neki. Ez lehet egy isteni hatalom is, és ő megkapja a lehetőségeket arra, hogy az anyagiakat rendezze. Nem csak az anyagiakról van itt szó, hanem mind arról, ami neki értékes. Tehát lesz neki szerencséje a közeljövőben. Amit ő még nem tud, ez jön váratlanul. Mi várható rád a közeljövőben, vagy milyen lépéseket kell, hogy tegyél? Ezt mutatja ez a főpapnő. Az egy terület, ami téged érdekel. Ez a spirituális út az, ami neked sikereket hoz. De ez a főpapnő mutat még valamit. Ez a lelki kiegyensúlyozottság, vagy egy szerelem, egy kármikus kapcsolat. Az annyit jelent, hogy te érzed az ő energiáját, vagy ő megjelenik az álmaidban, és ugyanúgy nála ez is előfordulhat. Ő érez téged, vagy te jelensz meg az ő álmaiban, az ő álomképében. Mi várható nála a közeljövőben, vagy milyen lépéseket tesz irányodban? Ez a lovas mutatja, a kezében ez a bot a tűz elemét szimbolizálja.
az ő bátorságát, és azt is, hogy nagy lelkesedéssel közeledik hozzád. Ebben a parkban van egy szökőkút, és mutat egy utat, ami rátok vár. Ezen a képen látható egy férfi, és cipeli ezeket a botokat. Ez nagyon nehéz. Tehát vannak neki problémái, vagy sok a munkája. Nagyon sok erő kell ahhoz, hogy áttegye magát ezeken a dolgokon, amit még mindig kell, hogy cipeljen. Amennyiben ez lezárul, megvan rá a lehetőségetek, hogy egy új úton járjatok, egy új kezdet. Erre utal a 10-es szám. És ez az új kezdet nem ezeket a nehézségeket mutatja, hanem a könnyűséget. Kedves Cecilia, én felteszem most a kérdést. Szeret ő téged? Igen, nem, vagy egy kicsit? A választ megadja rá az inga. Amennyiben az inga jobb oldalra fordul, az annyit jelent, igen, ő szeret téged. Ha az inga bal oldalra fordul ki, az annyit jelent, hogy ő nem szeret téged. És ha az inga megáll, és nem mozog, az arra utal, hogy itt nem történik semmi. Lehet, hogy szeret, lehet, hogy nem. Várnod kell, amíg ő ezt mutatja az érzéseit. Szeret ő téged? Az inga jobb oldalra utal, és az annyit jelent, igen, ő szeret téged. Most áttérünk az asztrológia területére az indiai asztrológia szerint. Ez egy nagyon precíz számítás, ahogy ők kiszámítják a horoszkópokat. Pontosan ezért álltam át az indiai asztrológiára, emiatt a precíz számítás miatt, mert ez pontosan azt mutatja, ahogy az asztronómusok is kiszámítják. Eszerint a horoszkóp szerint a te napod a vízöntő jegyében áll a 8. életházban. Nem csak a napod van itt, hanem a Merkur bolygó is, ami visszatekint. Tehát itt vannak témák, ami a te múltadra utal, vagy kármikus témák. Ez is a múlt. A vízöntő jegye az a levegő eleméhez tartozik, és az mutatja a könnyűséget. Nem csak azt, hanem a te tudásodat is. Azt, hogy milyen ötleteid vannak az életbe, ez nagyon egyéni, de valósítsd meg őket. Ez tesz téged különlegessé, és az emberek a környezetedben ezt látják is. Nem csak az ötleteket, hanem a tudásodat is, az intelligenciádat. Erre utal a Merkur bolygó. A Merkur bolygó visszatekint a múltba, és neked vannak ezek az emlékeid, vagy a gyermekkorodra, vagy egy régi tudás, és az intuíciód, a belső hangod közli ezt veled. Ebben a 8-as életházban az a téma, hogy azokat a dolgokat lezárj az életedben, ami téged elszomorít. És azokat a dolgokat, ami téged belülről erősít, vagy segít neked, azokat pedig vedd észre, vedd a hatalmadba. Ez a tiéd.
Ezek lehetnek gondolatok, lehetnek érzések, lehetnek kapcsolatok, vagy valami a környezetedben, ami a tiéd. Ez utalhat a vagyoni helyzetre, az anyagiakra, de amit én még mondanék hozzá, a hely. Tehát azokat a helyeket, ahol te nem jól érzed magad, kerüld el. És azokat a helyeket, ami téged megnyugtat, azt látogasd meg. Azt keresd fel. Az a tiéd. Ott jól érzed magad, és ad neked erőt. Pontosan ez történik ebben az életházban. Ez legyen nálad tudatos. Ami még itt történik, az hat a szerelmi kapcsolatra, ez a testi közeledség. És itt a levegő hatalmánál ez a könnyűség segít ahhoz, hogy boldogabbak legyetek a párkapcsolat területén. A vízöntő jegye mutatja neked azt is, hogy te különleges személyiség vagy. Legyél biztos benne, ez ad neked egy belső erőt. Ez a visszatekintő Merkur bolygó, ez mutatja a gyermekkorodat is, és gondolkozz el azon, hogy milyenek voltak a szüleid, vagy a felnőttek, erősítették nálad az, hogy te különleges vagy, segítettek abban, hogy ezt a személyiségedet éljed át, vagy inkább másképp álltak hozzád, és megpróbáltak téged kicsinek tartani. Amennyiben így volt, akkor most van itt egy feladatod, mégpedig az, legyél ennek tudatában, és legyél magabiztos. Lehet, hogy te más vagy, mint mások, de pontosan ez sugárzik ki belőled. Ez a személyiséged. A napod a vízöntő jegyében áll, a 8-as életházban, és az indiai asztrológia szerint benne van a Purva Patra holtházban. Erre a holtházra nagy hatással áll Pegázus csillagkép. Ezt a Pegázus csillagképet a mitológiában, mint egy szárnyas lovat ismerünk. És ez jelenti, hogy mi szabadnak kell, hogy érezzük magunkat. Mint ahogy Pegázus megszabadult az édesanyjától, Medúzától, pontosan ezt jelenti, hogy mi a múltunkat lezárjuk, ezeket a gyerekkori emlékeinket, és szabadnak érezzük magunkat. Végre fellélegezzünk, és ez pont neked így mutatja a horoszkóp, és ez a holtház. Ez a visszatekintő Merkur bolygó szintén a vízöntő jegyében áll, ebben a 8-as életházban, de egy másik holtházban, és ezt a holtházat Satabisának hívják. Ez a szanszkrit nyelvből jön, és annyit jelent, hogy 100 szerencse és 100 félelem. Amennyiben félelmeid vannak, ez akadályoz abban, hogy szerencséd legyen minden területen. Viszont, ha elbúcsúztál a félelmeidtől, ebben az esetben szerencséd van. Nem csak egyszer, hanem mint ahogy ez a holtház mondja is, 100-szor, 100 szerencse.
Ez azért van, mert ezen a területen, itt a vízöntő jegyénél nagyon-nagyon sok szerencse csillag található. Csillagok, amit nekünk szerencsét hoznak. És ezek a te csillagaid, a te szerencséd, a te életútadon. A holdad ebben az indiai horoszkópban a halak jegyében áll a 9-es életházban. A halak jegye a vizek eleméhez tartozik. A vizek eleme az érzelmeinkre utal, és mindarra, ami számunkra nem tudatos. Mutatja az álmainkat, a vágyainkat, abban, amiben mi reménykedünk is. A hold nem csak erre utal, hanem az anyai érzésekre is, és mutatja a kapcsolatodat a te édesanyáddal. De ettől függetlenül szerepet játszik abban, hogy milyenek a te érzelmeid, a belső világod. És a halak jegye ad rá bepillantást. Ebben a jegyben kettő hal van. És ők a vízben úsznak, de más irányba. Az egyik irány mutatja a félelmeket, azt is, hogy bizonytalanok vagyunk, nem bízunk a mi erőnkbe, a másik hal egy más irányt mutat nekünk, és ez a magabiztosság, az önbizalom, bizalom mások irányába, vagy az élettel kapcsolatban. Ez nekünk egy belső erőt ad. Hat az álmainkra is, hat arra is, hogy képzeljük el a jövőt, milyen álmaink, milyen terveink, mik a gondolataink a jövőt illetően. Megbízunk abban, hogy jól alakulnak a dolgok, vagy mutat félelmeket. Mindkét irányban tudunk gondolkozni, és mi irányítjuk a dolgokat a mi saját gondolatainkkal, és ezt érezzük is. Vagy a félelmeket, vagy a megbízást. A halak nem adják rá meg pontosan a választ, hanem ez nyitott. És mindenki személyesen dönt, hogy milyen irányban gondolkodik. Ez lehet optimizmus, de lehet pessimizmus is. És mivel neked a holdad ebben a környezetben található, ez neked nagyon fontos, mert az kihat a te érzelmi világodra. És mindez a 9-es életházban. Ez kapcsolódik az utazásra, a külföldre, külföldi kapcsolatokra, de arra is, hogy egy belső utazás legyen, én inkább ezt szeretném hangsúlyozni, erősíteni a te belső útadat. Persze a nagy utazások, külföldi kapcsolatok is fontosak az életedben, és ezt érzed is, mert a hold hat az érzéseidre. Nem csak hold van ezen a környéken, hanem a Vénusz bolygója és Szaturnusz bolygója is. Mindkettő a halak jegyében ebben a 9-es életházban található. Vénusz kihat a szerelmi életedre. De az is lehet, hogy te boldog vagy külföldön, te szereted az utazásokat, vagy kapcsolatod van külföldön hölgyekkel. Mert a Vénusz az egy nőies kisugárzás, ez jelenthet barátnőket külföldön, kellemes kapcsolatokat, szép utazásokat, minden olyan reménykedő.
A Vénusz bolygója nem csak a nőiességet mutatja, hanem a szerelmi életedet. És ez téged külföldre vezet. Egy szerelmi kapcsolat, egy utazásnál, vagy pedig van egy szerelmed, és ti sokat vagytok külföldön, az is előfordulhat, hogy a párodnak vannak külföldi kapcsolatai, vagy külföldről származik. És pontosan ez a te sorsutad, erre Szaturnus bolygóad választ. Szaturnus bolygó hat a sorsunkra, és őrzi a kárma titkait. Ez lehet egy sorsdöntő fordulat, szerelem külföldön, vagy egy nagy szerelem, egy férfi, valaki külföldről jön, és ez a kapcsolat hat a ti sorsotokra, és jelenthet egy kármikus kapcsolatot is. Mint mondtam, Szaturnus bolygó hat a sorsunkra, őrzi a kármát, és tanít bennünket. A te horoszkópodban ez a bolygó a halak jegyében áll a 9-es életházban, és az tükrözi az utazásokat, vagy egy belső utazásra mutat. Nem csak ez a bolygó, Szaturnus mutat kármikus témákat, hanem a holdcsomó. Ebből van kettő. Egy lefelé mozgó holdcsomó, és egy felfelé mozgó holdcsomó. A lefele mozgó holdcsomót az indiai asztrológiában Ketunak hívják. És ez mutatja a múltat. Mindazt, amit te átéltél a korábbi életedben. Ehhez hozzá kell, hogy tegyem, hogy az indiai asztrológusok és az indiai nép az ő vallásuk miatt hisz ebben. Tehát ezt mutatja ez a lefele mozgó holdcsomó Kétú. A te horoszkópodban ez a Kétú, ez a holdcsomó a mérleg jegyében áll a 4. életházban. Ez a 4. életház, ez a legmélyebb pont a horoszkópban. Ez a mély pont tükrözi neked azt, ami neked erőt ad az életben. Hogy akármi is történik körülötted, te mindig felállj, és legyen erőd ahhoz, hogy további lépéseket tegyél. És neked ezt a mérleg jegye mutatja. Ebben a mérleg jegyében vannak neked emlékeid. Ezt mutatja ez a holdcsomó, mert ez a múltaddal van kapcsolatban. Te mindig tudod, hogy mi ad neked erőt, vagy mi segít, vagy ki segít abban, hogy újra felállj, és tovább menjenek a dolgok. Nem csak Kétú található itt, hanem a Mars bolygója, és az nálad visszatekintő. És ez a visszatekintés mutatja a múltat. Ez lehet olyan múlt is, amit te az előző életedben átéltél. Ez a Mars bolygó hat a te erődre. És ez kell is neked. Ezzel be tudod bizonyítani magadat az életben. A mérleg jegyében nem könnyű, mert mérleg szereti a harmóniát és a szépséget, és a Mars bolygó szeretne erőt mutatni, meg védi is magát,
Ennek ellenére van itt egy hír számodra, és ez a Mars hatás nem csak a te erődet mutatja, ami nagyon fontos, hanem a férfit. És ezzel a férfival van egy karmikus kapcsolatod, ami arra utal, hogy ti ismeritek egymást egy régi időből, egy más idő. Ez mutatja a korábbi életeteket. Tehát onnan ismeritek egymást. Ez egy lelki kapcsolat. A mérleg jegyében ez egy szép kapcsolat. És egy szép, jóképű, ápolt, kellemes férfire utal. Szemben található a másik holdcsomó, egy felfelé mozgó holdcsomó. Az indiai asztrológiában ezt Rahunak hívják. A te horoszkópodban ez a Rahu, ez a holdcsomó a kos jegyében áll. Ez mutat neked egy életutat, amit még nem ismersz. De szükséged van rá, és pontosan ezt az utat választotta ki a te lelked. Egy lelki út, vagy valami, ami téged felszabadít. És mi ez az út? Ez mutatja a kos jegye, hogy legyél bátor ahhoz, hogy valami újat indíts az életedben. Ne félj attól, ha újdonságok jönnek feléd. Ez a karmikus életút, amit még te nem ismersz, de kell, hogy ezen az úton lépéseket tegyél, ez a 10-es életházban található. Ez a legmagasabb pont a horoszkópban, és ez mutatja a célokat. És kell, hogy elérjed a céljaidat. Ez a terület mutatja a hivatásodat, és ez hív téged. És mi a hivatásod? Ez utal a függetlenségre, a kos energiájával. Ez egy állás, egy pozíció, ahol te független vagy, vagy mások felett állsz, te döntéseket hozhatsz. Tehát ez lenne a hivatásod, vagy pedig ezzel a kos energiájával indíthatsz egy valamit, ami a sajátod. Egy saját cég például. Uránusz bolygó mindig változásokra utal. Gyakran nagy változásokra, és ez a bolygó jelen pillanatban a kos jegyében mozog, az indiai számítás szerint. Az neked annyit jelent, hogy a közeljövőben, nem csak idén, hanem a közeli években neked változások lesznek a munkádat illetően. És mutat arra is, hogy most megvannak a lehetőségeid arra, hogy elérd a céljaidat. Ez a 10-es életház, ez a hivatásra utal, viszont van még egy életház, ami a gyakorlati munkát mutatja, ez pedig a 6-os életház. Ebben a 6-os életházban van a te horoszkópodban a nyilas jegye, bolygó nélkül. A nyilas jegyében kell a mozgás. Lehet még utazás is, vagy külföldi kapcsolatok, ami kihathat a munkádra is. Viszont fontos ennél a jegynél, a nyilasok jegyénél egyet megérteni,
hogy a nyilas mutat egy irányba. Az pedig a mi galaxisunknak, a tejútnak a központja. És ez a központ, mondhatnám, ami az energiát illeti, vagy a spirituális dolgokat illeti, ez mutatja a mi vágyainkat. És pontosan ez a cél. A munkádat illetően. Pontosan az, amiről te álmodozol, amik a te vágyaid, hogy azokat elérjed. Az elmúlt években nem volt könnyű, mert Szaturnusz bolygó hatása alatt állt. Az elmúlt években ugyanis ez a bolygó a nyilas jegyében volt, az indiai számítás szerint. Szaturnusz most nem a nyilasok jegyében van, hanem átkelt a bak jegyébe. És ott hat rád ebben az évben, és 2021-ben is. A bak jegye a te horoszkópodban, a hetes házban található. Ez a hetes életház a szerelmi kapcsolatokra mutat. És mivel itt mozog jelen pillanatban, nem csak jelen pillanatban, hanem 2 éven keresztül, Szaturnusz bolygója hat a szerelmi életedre. És ezek sorsdöntő változások, vagy egy sorsdöntő kapcsolat. Egy kármikus szerelmi kapcsolat. Tehát itt lesznek változások az idén és jövőre. Nem csak Szaturnusz bolygó hat a szerelmi életedre, mert Szaturnusz a bak jegyében mozog, hanem Plutó is itt mozog, és mutatja, hogy mennyire fontos ez az életterület, és bízzál abban, hogy jól alakulnak a dolgok. Itt mozog hamarosan, még nem, de közeledik, hamarosan itt fog mozogni Jupiter bolygó is, és tart a hatása 1 évig, és ez szerencsét fog neked hozni, mert Jupiter a szerencse bolygója. Tehát vannak lehetőségeid, hogy változások legyenek a párkapcsolat területén, és Jupiter megadja ezt a lehetőséget és a szerencsét is hozzá. Közeledik Mars bolygó is, jelen pillanatban még a nyilas jegyében van, tehát hat a munkádra, de hamarosan a napokban átkerül a bak jegyébe, és ettől fogva 2 hónap, körülbelül 2 hónapon keresztül hat a szerelmi életedre, és Mars bolygója mutathat egy férfit. Tehát ő áll most a középpontban. Amire még kitérnék, ez a lagnád vagy aszcendentusod. Mit jelent ez? Abban a pillanatban, amikor te születtél, a Jupiter bolygó és a rák jegye felkelt a keleti határon, mint ahogy a nap felkel. De ebben az esetben nem a napkelésről van szó, hanem a rák jegyéről Jupiter bolygóval. Jupiter bolygó visszatekint a horoszkópon, mutatja a múltat. De ad neked szerencsét az életben. Vannak lehetőségeid mindenek területén, ami a családot illeti, a párkapcsolatot illeti, a pénzügyi dolgokat, a munkádat, tehát minden területen segít ez a Jupiter energia neked. A rák jegye
a víz eleméhez tartozik, és az mutatja az érzelmeidet. A rák jegye felett a hold uralkodik, tehát a hold hatása alatt állsz. Ez mutatja az érzelmeidet, a segítőkészségedet, az anyai érzelmeket is, de arra is utal, hogy mennyire fontos számodra a család. Ez nem csak a családi kapcsolatokra vonatkozhat, hanem arra is, milyen fontos számodra ez az érzés, hogyan családias környezetben élsz, vagy a munkahelyeden uralkodik ez a családias környezet. És ez a te kisugárzásod. Hat a személyiségedre, és mások így látnak téged. Segítőkész vagy, fontosak a családi kapcsolatok, és érzékeny vagy. Néha érzékenyen reagálsz a dolgokra. És előfordulhat, hogy vannak pillanatok az életedben, amikor például valaki megbánt téged, te ilyen helyzetben gyakran visszahúzódsz. A rák utal otthonra is, és egy meleg otthon, ez a családias légkör neked nagyon fontos. De ez az otthon lehet egy belső otthon is, ahol a lelked él. És ezt érzed is, ha a nyugalomra vágysz, vagy a meditálás, az neked nagyon sokat segít az életben. A horoszkópodban a levegő eleme nagyon erős. Ez a te intelligenciádat, a gondolataidat, az ötleteidet, a terveidet mutatja, és a könnyűséget. A luft elemében található a napod, a Mars bolygója és Merkur bolygója. Azon kívül Kétú, ez a holdcsomó, ami a múltadra utal. A víz elemében, ami az álmokat, a reményeket, az érzelmeinket mutatja, ott található a te holdad, a Jupiter bolygója, Vénusz bolygója és Szaturnus bolygója. Hiányzik a föld eleme, és a tűz elemében Rahu található, ez a holdcsomó, de ez neked még ismeretlen, és ez Rahu, mint említettem is, a kós jegyében áll, és ez a Rahu, ez a holdcsomó mutat neked egy kiutat, és ez a kos jegye, a tűz eleme, a bátorságot, a lelkesedést, és ezen az úton kellene, hogy mozogj, ezt átéled a munka területén. Mert ott található a tűz eleme, ami kihat az anyagiakra is. Ami még hiányzik a horoszkópban, de ez nem egyedi, másoknál is van ilyen, az a föld eleme. Ez nem egyszerű számodra az ötleteidet megvalósítani. A föld eleme mutatja a reális dolgokat. A föld eleme kihat a tényekre, tehát hogy pontosan hogy valósítsd meg a terveidet, az álmaidat. Mert ez hiányzik a horoszkópból, ez nem egyszerű számodra, de segítenek mások. A család, a munkatársak, a barátok, vagy a párod. Az lehet, hogy ők neked ezt tükrözik, hogyan tedd meg, vagy segítenek. Az indiai asztrológiában vannak holdházak.
A te holdod a Revati holdházban található, és a szerelem bolygója, Vénusz, szintén a Revati holdházban. Ez az utolsó holdház, és arra utal, hogy te eléred a céljaidat. Te megvalósíthatod a terveidet. Te élni fogod az álmaidat. És pontosan ez a cél, és ez a holdház mutatja neked, hogy ez elérhető, hogy te oda eljuss minden területen. Ezt közli veled a hold energiája. Vénusz mutatja elsősorban a szerelmi területet, de Vénusz tükrözi a szépséget is. De Vénusz hat a munkára is. Egy szép munka, egy művészi alkotás, vagy egy saját üzlet, de az szép legyen. Vagy a berendezés szép, vagy egy terület, mint például divat, kozmetika, fodrászat. Ez nagyon jól passzol a Vénusz bolygóhoz. A Revati holdház közli veled, hogy te ezt eléred. Te eléred a céljaidat. Ez ne legyen kétséges, hanem bízzál benne. Kedves Szithília, köszönöm figyelmedet, és azt is, hogy megbíztál bennem. Én kívánok neked minden jót, és nagyon sok szeretettel, Dendera.